20 év alatt közel 5000 gyereket fogadtunk be, és neveltünk, kit 1-2 évig, kit 15-20 évig. Hát a gyerekeknek több, mint fele már kirepült. De maga az a tény, hogy én ennyi gyereknek enni tudtam adni, akkor az bizonyítsa, hogy rengeteg jóság, rengeteg jó ember van ezen a földön. Lent Déván, ahol itt tudom, 8% alatt volt, mikor én 92-ben oda kerültem, a magyarság létszáma. Hát egy civil a pályán megjelenik, egy katolikus pap is a tetejében még magyarul is beszél, kommunizmus végén elkezd gyerekekkel foglalkozni, befogad. De persze mindenki nagyon ideges lett, feszült volt. Igen, én hiszek a szeretet világformáló erejébe. Hiszem, hogy jó szóval, szeretettel eredményeket tudunk elérni egymásnál. Érdemes megpróbálni. A gonosz lélek azt szeretné, hogy mi ne bízzunk egymásba. A gonosz léleknek nincs keze, nincs lába, ő nem tud megütni. Azt szeretné, hogy te mondjál a másikról, testvéredről rosszat, hogy te kezeddel üssél, hogy fájdalmat okozza másiknak. Olyan fontos lenne, elhatározzuk, hogy se kezünket, se szívünket, se értelmünket nem adjuk oda a gonosznak. Párbeszéd, a jó szó mindig meghozza maga gyümölcsét. A csoda 1992-ben kezdődött, amikor a Dévai utcákon éhesen és piszkosan kóborló árva gyerekek feltartott kézzel kéregető kántálására valaki egy öleléssel válaszolt. Böjte Csaba ferences szerzetes és az árva gyerekek az elhagyott romos dévai kolostor lakatjait leverték, és lépésről lépésre új otthon teremtettek maguknak. Ahogy a szükség dagasztotta az itt élő gyerekek számát, úgy lett a szomszédos panelházakból nevelőcsaládok otthona és óvoda. Az álmok, tervek, mely oly szélsebesen terebélyesednek, az emberi képzeletnek elképzelhetetlen módon lassan-lassan mégis megvalósulnak. Déva, Csaba testvér nyomán az adakozó emberi szeretet és az összefogás jelévé lett. Ennek az áradó szeretetnek a gyümölcseiből születtek meg a bentlakó és a napközi otthonok.
A Déváról kikerülő egyetemisták, főiskolások a kolozsvári és a marosvásárhelyi otthonokban tanulhatnak tovább. Én lángot adok, ápoldat tovább. Csillaggal álmodik az éjszaka. S lidérc fénnyel álmodik a láb, s örök tűzzel álmodik a szívem. Egy lángot adok, ápoldat tovább, s gondoszt hívem. Egy lángot adok, én is kaptam azt, messziről, mint egy mennyei vigaszt. Egy lángot, amely forras összefűz, jártam vesz a ledőlt templomában, az örök égő lángot ott találtam, s a lelkem lett a fehér veszt a szűz, s a lelkem lett a fehér veszt a szűz. Földindulás volt, megindult a hegy, s eltemette a kis templomot, de a lángot nem bírta eltemetni, én égve leltem ott. S hozzá imádkoztam, s benne hittem, s mint a lovak a szent síról a gyertyát, én égve hazavittem. Azóta szívem mélyén ég ragyog, vihar fújt, a szél lengette lánk, s el nem oldják semmi viharok, s el nem oldják semmi viharok. Egy lángot adok, ápoldat tovább, csillaggal álmodik az éjszaka, s lidérc fénnyel álmodik a láb, s örök tűzzel álmodik a szívem. Egy lángot adok, ápoldat tovább, gondoszt hívem. Abból a szeretetből, mit az otthonok melege ad a gyerekeknek, egy életen át elkíséri őket.